Köszöntöm a nézőket! A mai műsorban szólunk arról, hogy az influenza járvány egyelőre elkerüli térségünket, a következő hetekben azonban egyre több betegre számítanak az orvosok. Azután beszámolunk arról, hogy egészségfelmérő akciót tartanak Szabadkán. Először pedig arról, hogy szakorvos hiánnyal és igen komoly anyagi gondokkal küzd a Magyar Kanizsai Egészségház. A helyzetről a helyszínen tájékozódott dr. Zdravko Kosztyarina, tartományi egészségügyi titkár helyettes. A megbeszélésen érintették a kapitáció, azaz a fejkvóta bevezetésének kérdését, a racionalizációt, az egészségügyi objektumok állapotát, a felszerelés hiányosságait, a szakorvosi ellátást, de kitértek az igen komoly anyagi gondokra is. Po novom zákonu o zdravstvenoj zaštiti koji izašao pre otprilike 3 godine, lokalna samouprava je osnivač domova zdravlja, ali nama je jasno da su mnoge opštine siromašne ili relativno siromašne i da ne mogu u potpunosti da pomogu svojim domovima zdravlja i iz tih razloga ćemo videti da naš sekretarijat za zdravstvo u granicama svojih mogućnosti pomogne domovima zdravlja, uključujući i dom zdravlja u Kanjiži, gde sad postoje neki pregovori o mogućnosti da ovaj rendgen aparat bude dodeljen domu zdravlja u Kanjiži. Az orvosok javadalmazására a minisztérium a fejkvóta, azaz a kapitáció bevezetését javasolja. Dr. Kosztyarina szerint Magyar Kanizsán ezzel nem lesz gond, mert a községben a biztosítottak 90%-a már választott orvost, ami két belgrádi egészségház után a legjobb eredmény az országban. A kapitáció az egy olyan fogalom, amely több dologot is magába foglal. A regisztráció, páciensnek a regisztrációja, az az egyik legfőbb tétele, 40%-ot hoz a pénzügyi masszából. Ez az a páciens szám, amely regisztrálja magát a kiválasztott orvosoknál. Most kik lehet, mely orvos lehet választott orvos? Tehát az általános orvos, a gyermekorvos, a nőgyógyász és a fogorvos lehet választott orvos. A gyermekorvosok azok kétféleképpen is lehetnek választott orvosok, tehát olyan módon, hogy 0-tól 7 éves korig, és 7 év fölött 18 éves korig, vagy még ameddig diák a fiatal, addig lehet a pediát élni, tehát a gyermekorvosnál, mint választott orvosa a gyermekeknek is, a kisbabáknak. A másik egyik alappillére a kapitációnak a racionalitás. Ez azt jelenti, hogy mennyi receptet ír például ki az orvos, mennyi fogyóanyagot fogyaszt az egészségügyben, mennyi röntgenfilmet használ, mennyi laboráns anyagot, tehát laboratóriumi anyagot. Úgyhogy ennek az összege adja meg ezt az értéket, és ez is 40%-ot jelent az összegben, tehát ez már 80%. Még fönnmarad 20%, az efficaciousness, tehát ez alatt azt értsük, hogy a beteggel mennyit dolgozik az orvos, és hány beteget vizsgál meg. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk rá egy orvosnál regisztráltak 3000-en, de viszont naponta még csak 14-et. A megelőzés, a prevenció, hát ez 10%-ot fog nyomni alatban, és hát itt azok a vizsgálatok vannak, amely nagyon fontosak, a lakosság érdekében, mert ezek tudjuk, hogy a megelőzés mindig jobb, mint a gyógyítás. A betegség megelőzést az egészségügyi titkár helyettese is nagyon fontosnak tartja. Ono što bih ja još ovom prilikom hteo, kada su već prisutni mediji, to je da pozovem stanovnike opštine Kanjiža da redovno dolaze na preventivne preglede, jer je to izuzetno značajno, naročito žene, starije od 40 godina, na pregled dojke, karcinom dojke, i na pregled karcinoma grlića materice, a sve ostale stanovnike, naročito one koji su stariji od 50 godina, da redovno dolaze na preventivne preglede karcinoma debelog creva. Jer Srbija se u ovom trenutku nalazi na vrlo visokom mestu, čak je prva u Evropi po broju
obolelih žena od karcinoma grlića materice, a i na dosta visokom mestu je kada je u pitanju karcinom debelog creva i karcinom dojke. A községben hiány van szakorvosokból, de néhány éven belül jelentősen javulhat a helyzet. Nincs saját belgyógyászunk, nincs saját nőgyógyászunk, orfülgégészünk, szemészünk, amely nekünk alaptevékenységünk, ezt kötelesek vagyunk végezni. Specializáción vannak kádereink, de viszont azt meg kell, hogy várjuk még, hogy befejezzék a szakosítást, és munkába bírjanak állni. Addig is honorárisan alkalmazunk embereket, vagy szakembereket, és ez sajnos az egészségház a saját eszközeiből fizeti, és ez tetemes összeg. A megbeszélésen érintették a fogyasztás és a racionalizáció kérdését is. Dr. Kosszjerina elmondta, hogy a Magyar Kanizsai Egészségház évi 5 millió dináros támogatást kap az egészségügyi fogyasztási cikkekre, de 12 milliót költ. Ez valószínűleg országos tünet, hogy az az összeg, amelyet a betegbiztosító intézet jóvá hagy, azt az egészségházak túllépik. Hát ennek több oka van, nagy igény, lehet, hogy nem éppen legracionálisabban állnak az orvosok hozzá, de hát ezt évek óta próbáljuk visszaszorítani, de sehogy sem megy. Lehet, hogy a kvóták vannak kicsire szabva. Hát egy bizonyos fajta spórolás folyik, de hát ez nem mehet a páciens kárára és a gyógykezelés rovására. A legérzékenyebb téma a pénzügyi helyzet volt, hiszen az egészségháznak több mint 40 millió dináros tartozása van. Az egészségház tevékenysége egyik a fő dolog a pácienseket, hogy megvizsgáljuk és recepteket írjunk ki. Az az összeg, amelyet kellene, hogy kapjunk a köztársasági betegbiztosítótól, azt nem kaptuk el. Hát volt olyan pillanat, amikor 50 millió dinára is tartoztak, most 40 millió fölül van az adat, ez napról napra változik, az nem mondok pontos adatot, mert lehet, hogyha mondok ma egy adatot, időközben megjött egy bizonyos összeg, tehát nem tudok pontos adatot mondani, csak amik voltak. De egy biztos, hogy 40 millió dinár fölött vagyunk az adóssággal, vagyis hát, és nekünk is tartozik a köztársasági betegbiztosító intézet, és nem bírunk fizetni a gyógyszer szállítóknak. Azok persze fenyegetnek bennünket bírósági végzésekkel, büntetőkamatokkal, és mi egymással is már odalokattunk, hogy némelyik beszállító már gyógyszert sem akar adni. Átlagban körülbelül 200 napos késéssel fizet a betegbiztosító intézet. Minden jutatásról, ami bonifikációnak nevezzünk, elesünk, és még büntetőkamatot is kell, hogy fizessünk. A beszélgetés során foglalkoztak a mentőszolgálat működésével, az objektumok állapotával, az egészségügyi hulladék és a lejárt gyógyszerek kérdésével, de a közelgő influenza járvánnyal is, amely ellen az egészséghez rendelkezik kellő mennyiségű oltóanyaggal. Az intézmény igazgatója úgy értékelte, hogy az egészségügyön csak egy komolyabb pénzügyi injekció segítene. A következő hetekben egyre több influenzás betegre számítanak az orvosok. Azt mondják, a védőoltás a legjobb védelem. Egyelőre nincs influenza járvány Szerbiában, de január végére megnövekedhet a betegek száma. Ilyenkor ugyanis a hőmérséklet ingadozások miatt ki vagyunk téve a legtöbb fertőző légúti megbetegedést okozó vírusnak. Viszont a decemberben újra megjelent H1N1-es influenza most már szezonális megbetegedésnek minősül, és annak ellenére, hogy több országban is jelen van, már nem olyan veszélyes, mint két éve vagy akár tavaly. Pandémia bila prošle godine, pandémia uzrokovana sa vírusom gripa tipom A, potip AH1N1. Pandemija je znači jedan vid širenja bolesti koji zahvata više kontinenata i obično se završi u jednoj sezoni. Ta pandemija je završila sa sezonom 2009-2010. A uzročnik, znači virus gripa tipa A, potip H1N1, ove godine je sezonski grip. Néhány hete a H3N2-es influenzát is diagnosztizálták. A betegek száma azonban egyelőre alacsony. Mi ne bilježimo povećani broj, odnosno značajno povećanje broja oboljelih, koje bi nam alarmiralo i koje bi nas uputilo da je negde na pomolu epidemija gripa.
bilježi se povećan broj. Ovo se još uvijek radi o malim brojkama i na osnovu ovih brojki mi možemo reći da je epidemiološka situacija vezana za sezonski grip stabilna. Ali da nije baš sve uvijek idealno, ovdje nisu svakako svi slučajevi koji su oboljeli. Ovo su samo oni koji su zatražili zdravstvenu pomoć, odnosno medicinsku pomoć, i to su uglavnom slučajevi sa nešto težom kliničkom slikom. A téli szünet alatt a gyerekeknek nincs szükségük orvosi igazolásra, így inkább otthon pihenéssel gyógyulnak. A dolgozó lakosság pedig gyakran lábon hordja ki az enyhébb megbetegedéseket. A broj, o kojem pričam, je svakako ispod realnog broja. Tu se prvenstveno, odnosno zbog čega se događa da mi imamo manji broj registrovanih slučajeva od realnog broja. Sad sam rekla, znači što svi oni sa blažom kliničkom slikom neće ni zatražiti doktorsku pomoć, a ni prijavljivanje nije uvijek idealno. Znači po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, doktori iz primarnog kontakta su u obavezi da prijavljuju akutne respiratorne infekcije, uključujući i grip, međutim to uvijek tako nije idealno, pa mi imamo super subregistraciju i imamo manji broj od realnog. Vraćanje djece u kolektiv, zatvoreni prostori, prenapučeni prostori, to je idealno mjesto, odnosno idealno za širenje respiratornih infekcija. Djeca kad dobiju, odnosno kad se proširi u dječjem kolektivu, odnosno u školskom kolektivu, naprosto dolazi do prelamanja, odnosno pretapanja i u porodicu, i na taj način znači širi se oboljenje u populaciji. Mjere prevencije kod respiratornih infekcija su, odnosno opšte mjere prevencije, nisu baš idealne, i kad se i dobro sprovode, one ne daju, ne znam, Bog zna kakve rezultate. Tako da kada djeca krenu u školu, provjetravaće se prostorije, dezinfikovaće se taj prostor. Preporuke su i da se češće boravi na otvorenom, ali to ipak ne dava odgovarajući, odnosno adekvatan rezultat. Radi se o samoizlječivom oboljenju. Ono jeste da obara u krevet, simptomi su visoka temperatura, znači i do 40 stupnjeva, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, jedna opšta malaksalost. Lokalni simptomi u smislu kašlja, zapušenosti nosa, pa čak i bolova iznad grudne kosti, manje stvaraju probleme pacijentu. Dovoljno je, znači, liječenje u kućnim uvjetima, liječenje, znači mirovanje u krevetu, pijenje toplih napitaka, korištenje, odnosno u ishrani koristi više vitamina, a ako je nemoguće, znači onda u nekoj formi tableta, i ako je povišena temperatura, snižavati je sa sredstvima za snižavanje temperature. Samo ako bolest traje duže od 7 dana, možemo razmišljati da je došlo do komplikacija, i u tom slučaju je potrebno zatražiti liječničku pomoć da bi se eventualno uključio antibiotik. Antibiotici na svoju ruku ne da nisu preporučeni. Ja bih ovdje rekla da se ne smiju uzimati, jer mogu dati kontraefekat. A járványügyi szakértő szerint a legjobb védelmet még mindig a védőoltás biztosítja. Mi svake godine pozivamo sve stanovništvo da se vakciniše, jer po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sve osobe starije od 6 mjeseci, a da nemaju trajne kontraindikacije za vakcinaciju, trebalo bi da se vakcinišu, odnosno mogu da se vakcinišu. Kod nas su osobe koje su pokrivene sa razom, odnosno koje spadaju u kategoriju za besplatnu vakcinaciju, su svakako osobe starije od 65 godina, osobe u kolektivnom smještaju, zdravstveni radnici, neke javne službe, vojska, policija, i oni su, da tako kažem, pokriveni, trebali bi da budu pokriveni sa vakcinama, odnosno sa takvom mjerom, idealnom mjerom prevencije gripa. Természetesen azok is beoltathatják magukat, akik nem esnek az említett kategóriákba. Mogu na vlastiti zahtjev, znači tako da što će kupiti vakcinu. Vakcina, mi do ovih godina smo u zavodu imali mogućnost takve vakcinacije, znači da za treće korisnike, odnosno za plaćanje, međutim ove godine nismo mogli nabaviti vakcinu, tako da se ne može konkretno u zavodu obaviti vakcinacija na vlastiti zahtjev, ali se obavlja, mislim, pretpostavljam da ima u apotekama. Ono što
što jeste značajno za reći, da ove godine nisu utrošene sve doze vakcina, čak ni za one kategorije koje imaju besplatnu vakcinu. Do današnjeg dana negdje oko 70% osoba je vakcinisano. Tako da još uvijek ima vakcina po domovima zdravlja, još uvijek mogu da se osobe vakcinišu koje spadaju ove kategorije gdje je besplatna vakcinacija. I ovim apelujem na stanovništvo da se vakciniše, odnosno na građane, posebno starije životne dobi, jer uvijek grip može da ide i sa komplikacijama. Grip će sigurno širiti se negdje već godinama kod nas. Imamo, da tako kažem, malo zakašnjeli grip i širi se negdje od januara do marta mjeseca. Moguće i ranije, ali naprosto to je takva dinamika da epidemija gripa ide sa zapada prema istoku, tako da mi negdje uglavnom u zadnjih neku deceniju uglavnom i grip imamo poslije nove godine, epidemiju gripa. A doktornő szerint viszont mindenképp ajánlott, hogy legalább azok felvegyék az oltást, akiknek ingyenesen jár, azaz a 6 hónaposnál idősebb gyerekek és a krónikus megbetegedésben szenvedő 65 év alatti felnőttek, valamint az egészségügyben dolgozók és a 65 éven felüli személyek. Szabadkán egészségfelmérő akciót tart a Vöröskereszt helyi szervezete az egészségügyi intézetekkel közösen. Az ötlet onnan ered, hogy a kültelepülésen élők gyakran nem tudnak egy átfogó vizsgálatra a belvárosba utazni. Az időseket az utazás mellett megterheli a várakozás is. A tervek szerint a jövő év végéig az összes helyi közösségbe ellátogatnak az egészségügyi szakemberek. Ez az akciósorozat, ami 2011-ben itt elindult, ez egy példaértékű dolog, ugyanis a szerbiai Vöröskereszt szintjén, ezt most a szabadkai Vöröskereszt szervezi meg először így, ilyen formában, ebben az összefogásban, értem itt az alatt, hogy, tehát a közös összefogás alatt értem azt, hogy szabadkai Vöröskereszt a szervező, szabadkai egészségházak, szabadkai gyógyszertálak, illetve a szabadkai közegészségügyi intézet, és természetesen mindig az adott helyi közösség. Tehát itt erre az összefogásra gondolok. Ez egy egyedülálló új dolog. A vizsgálat során megmérik a lakosok vérnyomását, a vérzsír és vércukor szintjét, a testtömegüket és a magasságukat. Az érdeklődők az orvosoktól a szaktanácsokat is kapnak. Nagyon elszomorító tény, hogy nagyon sokat túlsúlyos, és ebből kifolyólag magas vérnyomásban igen sokan szenvednek, vagy prédiabetesben, vagy vérzsírosodásban. Mi az pontosan egy prédiabetes, tehát egy cukorbetegség előtti időszak, az hogy nyilvánul meg? A vércukorszint csak egy picikét van a normál szint felett, tehát 6,1-ig éhgyomorra az a normális szint, és teszem azt, hogy 6,2-6,3, és hogyha csak egyetlen egy alkalommal mértük meg, akkor ezt prédiabetesnek nevezzük. Tehát ahhoz két mérési szint kell, hogy kinyilvánítsuk, hogy hajlama van rá. Az egészségügyi csapat eddig Csantavéren és a Kisradonováci helyi közösségben járt. Sokan meg vannak lepődve, hogy hát nekik magas a paramétereik, és nem is vannak tisztában sokan azzal, hogy mi a helyzet. Viszont, hogyha valakinél már kialakult a betegség, ott már kísérő betegségek is jelentkezhetnek, és hogyha már betegek, legalább erre fölhívjuk a figyelmet. A mostani találkozásunknak is a célja az, hogy erre fölhívjuk a lakosságnak a figyelmét, hogy hogyan lehet ezt megelőzni. Helyes táplálkozással a betegségek lenullázhatók, megelőzhetőek. A szakértők azt javasolják, hogy naponta kevesebbet, de többször étkezzünk. Akár 5 alkalommal is, és legalább 2-szer fogyasszunk gyümölcsöt. Az étrendünkből egy nap sem maradjanak ki a zöldségfélék. Alaposan meg kell rágni, folyékonyan kell lenyelni, reggel úgy kell lenni, mint a császár, délben, mint a király, este úgy, mint a koldus. Főképpen az emberek arról nincsenek felvilágosítva, az étkezési szokásokról. Tehát az étkezési szokások megváltoztatásával tudnának az emberek, illetve tudnák megelőzni, illetve aki már ilyen problémával küszködik, azzal tudna egy kicsit magán segíteni, gondolok itt a vérképre, tehát a vérzsírra, vércukorra, vérnyomásra és ezekhez hasonló, ezen jellegű egészségügyi problémákra. Az eredmények alapján az derült ki, tehát az emberek naponta egyszer vagy kétszer étkeznek, és az nagy mennyiségben, betudható ez a stressznek, tehát ezzel a mai modern élettel járó
nehézségeknek, tehát ami az embereket pszichikailag megviseli. Örvendek, az ilyen akciót kellett volna már előbb és sűrűbben, és minden helyi közösségben végbevinni. Mert hát nagyon sokan nem akarnak elmenni, nagyon sokat kell várni az orvosnál, és az miatt ritkában jutnak el az egészséget kontrollálni. Ön már túl van a vizsgálaton. Mi derült ki? Remélem, hogy jók az eredmények. Hát úgy, átlagban. Nem éppen a legjobbak, de hát van egy kis magas cukor, ami most már ugye a korral is jön, meg a rossz körülmények, a gyerekek munkanélkül vannak, sok idegeskedés miatt. Gondolom, hogy az miatt van. Disznóhús nem eszünk már 89 óta. Hát az zöldségfélét eszünk, de most ebben az időben nem is nagyon henceghetünk, hogy mit eszünk, hanem ami van. Minél olcsóbb legyen. De akkora nagy a nyugdíj, hogy nem nagyon bírunk hencegni vele. A szakértő azt mondta, hogy amikor az ember fiatalabb, akkor nem ad az egészségére, mert csak akkor kezd már odafigyelni, amikor megvan a baj. Egyetért ezzel? Lehetséges, hogy van benne valami, de többnyire fiatalom, mikor még sportoltam is, minden kontrollára mindig mentünk, szisztémacképp regledre, minden, soha ilyen nem volt. Ez már az öregséggel jön elő, hogy kis zsíros a vizér, ugye, meg mit tudom én, ebben jön. Mennyire figyel oda az étrendjére? Amennyit én eszek mostan, attól egy macska elpusztulna. Úgyhogy nagyon keveset. 11 óra, fél 12 ebéd, 5 óra akkor vacsora, és ennyi az egész. Egy szelet kenyér, és az a napi jeledel. Igen, és mégis 70. De mellette még azért mozgok is elég sokat. Miért teszik ilyen keveset? Nem kívánja a szervezet. Nincsen elfogyasztva az a kalória azért, ami kellene. Az egészségügyi vizsgálat ingyenes. A tervek szerint a következő állomás Bajmok lesz február közepén. Köszönjük figyelmüket, két hét múlva jelentkezünk új témákkal az életmódban. Viszontlátásra!